illetve hogy kívánja a Jobbik a megfizethető környezetvédő közlekedést elősegíteni? Igen, hát itt két iránya van, egyrésztről ugye a magánközlekedés, másrésztről a közösségi közlekedés. A közösségi közlekedésben egyre nagyobb mértékben kell akár az elektromos járműveket, vagy a hibrid járműveket beszerezni és hadrendbe állítani. Ez ugye természetesen leginkább a villamos üzemű járművekkel érhető el, a kötött pályás járművekkel. Ez egy fontos szempont lenne, hogy minél nagyobb hálózatban ez létrejöjjön. Illetve van ennek egy másik fele, hogy a teljesen elektromos üzemű gépjárműveknek milyen kedvezményrendszer adható. Itt tényleg el lehet gondolkozni azon, hogy a parkolás esetleg, vagy ugye talán az ingyenes töltőállomások azok most is megvalósulnak, csak nem kellő mértékben vannak még mindig jelen. Ez egy jó és támogatható irány, tehát ennyit tudok mondani. És mindenféle támogatási rendszert ennek mellé kellene tenni. Van még egy elképzelés is, hogy nem adjuk ki a buszparkot Maszekba, de ha valaki akar privátba autóbuszt üzemeltetni, az megtehetné, de csak elektromos járművekkel. Ezen nem gondolkodtunk, hogy ha megteheti mondjuk egy magánüzemeltető elektromos járművekkel. Érdekes felvetés. Én úgy gondolom, hogy a magyar gyártóknak a járműveit mindenképpen előnyben kell részesíteni. Bármi áron meg kell találni a kiskapukat, hogy azt egyébként sok helyen külföldön is megteszik. Berlin utcáin se francia buszok járnak, és ugyanez igaz Párizsra is, hogy se németek. Sajnos Magyarország és Budapest az, ahol leginkább háttérbe szorították a magyar gyártók járműveit, és egyébként lennének, tudtam, olyan elektromos üzemű, vagy részben elektromos üzemű járművek, akik Magyarországon, vagy részben Magyarországon gyártanak.